azokat preferálom mostanában. Ó, basszus. Ezt hallottad? A flexelés? Mindenféle. Persze. Köszöntelek itt. Ja. Kicsit vegyük át, mi történt veled így az elmúlt hetekben? Igazából ugyanazt csináljuk a karantén óta. Alapozunk, volt már egy felmérés, hogy mennyi eredménye volt az alapozás, nem jól sikerült, de minden változatlan. És hogy érzed, a erőnléted mennyit tudod fejlődni? Hát vannak olyan gyakorlatok, amire kifejezetten, vagyis hát olyan, inkább azt mondom, testrészek, amire kifejezetten fókuszáltunk, ez például a láb, hogy erősebb legyen a lábam, ezáltal ugye stabilabb legyek a szőnyegem, az nagyon sokat fejlődött. Az erőálló képességet ugye kicsit más a judo, meg a futás, vagy a bringázás, de azért valamilyen szinten ugye azt is fejleszteni tudtuk, és hál' Istennek az is fejlődött, úgyhogy ez a kettő, ami azt mondom, hogy ilyen fő bázis, vagy alap lehet, ugye erő és erőálló képesség, a sikerült fejleszteni, úgyhogy ezek szerint jó úton vagyok. Milyen gyerekkorod volt? Van-e kedvenc gyerekkori emléked? Hát igazából nagyon aktív gyerekkorom volt, hogy így visszaemlékszek, és jó gyerekkorom. Úgy gondolom, hogy mindent megkaptam, ami szükséges ahhoz, hogy egy gyerek boldogan felnőhessen. Talán az, ami nagyon maradandó, hogy minden évben nagyon aktív gyerekkorom volt, és minden évben jártunk különböző táborokba, sítáborba, vizitúrákra, biciklis, kerékpáros táborokba, és ezt ilyen családi szinten több család így összevetődött, és olyan szinten gyakoroltuk, tehát nem is inkább ilyen családi nyaralásnak mondanám, amik nagyon meghatározták így a gyerekkoromat. Egy az, hogy élveztem is, mert már akkor nagyon szerettem a sportokat, a másik meg, hogy minden évben volt valami élmény, ami nem azt mondom, hogy egy luxus nyaralás volt Balin, hanem egy olyan gyerekkori élmény, ami így meghatározta felnőtté válásomat, nem is tudom, hogy mondjam, tehát nagyon szívesen gondolok vissza rá ezekre az emlékekre. A másik meg az, hogy a bátyámmal egyfolytában versenyeztünk, akár kimentünk egy strandra, és egész nap a strandon voltunk, vagy a Tiszán nem voltunk, ugye én szolnoki vagyok. Emlékszem, hogy én azért ugye kisebb voltam, meg lány, és nem szerettem már akkor se veszíteni, ezért mindig mellúszásba próbáltam vele versenyezni, mert abból voltam a legjobb, úgyhogy már akkor is mindig arra törekedtem, hogy legyőzzem őt valamivel, úgyhogy ez lehet, hogy ebből adódik ez az élsportolói szerelem. De akkor ez már ott megalapozódott, hogy a versenyzés meg a siker utáni vágy, ha úgy vesszük, akkor az már ott elindult. Mondtad, hogy Szolnok, oda is jártál iskolába? Igen, általános iskolába is, és gimnáziumba is, igen. És akkor utána jött az egyetem, amit most a TF-et csinálod, melyik szakon is? A sportszervező szakon. Hát közben volt egy másik egyetem, Debrecenben is jártam egy másfél évre, de 2012-ben ugye felkerültem Budapestre, és hát felköltöztem, és akkor adtam be az egyetemre a jelentkezésemet. Ez gyakori most is, hogy így összetudtak járni? Hát az én életmódom az nem nagyon teszi lehetővé sajnos. Amikor itthon vagyok, akkor itt próbálom beosztogatni, hogy mindenki kapjon belőlem, és én is kapjak mindenkiből. Tehát ez igazából nézhetem úgy, hogy saját magamból is kapjak, akkor a család is kapjon belőlem, én is kapjak a családból, plusz a barátok is kapjanak belőlem, család is, vagy én is kapjak belőlük. Úgyhogy ez azért már egy ilyen egyhetes nyaralásokra a családdal, az sajnos már nem kivételezhető, vagy most jelenleg is ebben az állapotban nem kivételezhető, de inkább úgy szoktuk megoldani, hogy például anyukám feljön hozzánk, és akkor itt van velünk, vagy mi megyünk le pár napra, de azért ezek most az életmódomban nem nagyon férnek bele.
életmódodból adódóan társaságkedvű, vagy inkább egy visszahúzódó személyiségnek gondolod magad? Vagy tartónak? Hát igazából is-isnek mondanám. Nagyon szeretem a társaságot, de vannak olyan napok, amikor jobb az egyedül lét, és amikor arra van szükségem, hogy egyedül legyek, de önmagában én egy olyan embernek tartom magam, aki aktív, és szeret bármit csinálni, csak legyen valami. Viszont sokszor érzem azt, hogy fáradt vagyok, és akkor viszont azért a magányra vágyom elég, hogyha önmagamat el tudom viselni, meg a fáradtságomat. Úgyhogy változó, igazából a kettő között mondanám magamat. És ilyenkor, amikor így elvonulsz így magadba, mit szoktál csinálni? Edzésen kívül, persze. Hát mindenféle csajos dolgot. Itthoni dolgok, takarítás, hajmosás, hajpakolás, igazából ilyesmiket, főzés, az is még egy olyan dolog, amit igazából szeretek, és meg ki is kapcsol. Igazából szokott olyan lenni, amikor már annyira nagyon fáradt vagyok, akkor tényleg passzív pihenés, de jobban szeretek azért aktívan pihenni. Ha passzívan nem tudok sokáig pihenni, az a tévénézése és az ilyen dolgok, az esetleg internetezés, az egy ilyen, hát nem is tudom, a tévénézés talán egy óráig köt le, utána már nem. Tehát az maximum ilyen esténként szokott lenni, amikor az agyam már ki van sütve, és akkor csak tényleg nézek ki a fejemből, és lassan alvás, de inkább ilyen aktív, pihenős vagyok, szeretek tenni-venni, tevékenykedni. Vissza az életmódodhoz egy kicsit, nagyon sokat utazol, de ezen kívül, hogyha egy nyaralni mentek, szeretsz utazni, vagy inkább az mondjuk ott, mondjuk magyarországi kapcsolódást kedveled jobban? Is mind a kettőt szeretem, attól függ, hogy mennyi ideje van az embernek. Ugye az ilyen hosszabb külföldi túrákra azért kell idő, tehát az nagyon ritkán fér bele. Szívesen mennék, de az nem fér bele, hogy egy hétig kiessek az edzésből. Tényleg azt mondom, hogy nagyon ritkán. Az ilyen hosszú hétvégék, azok ugye itt belföldön, az sokkal jobban belefér. Igazából szeretek utazni, de van, mikor azt érzem, hogy sok belőle, és hogy inkább jó az itthon, és hogy csak fel tudjak kelni hétvégente, és kicsit nyugiban legyek, itthon legyek. Igazából most egy ilyen szituáció van, hogy azt érzem, hogy nagyon jó itthon egy kicsit megnyugodni, de azért világot járni szeretek is, meg vannak is még terveim, hogy hova szeretnék eljutni. Mi lenne az álomnyaralásod, ha már itt tartunk? Hát az álomnyaralás az... Hát semmiféleképpen nem egy tengerpartos döglős. Tehát inkább ilyen mixesnek mondanám. Tehát legyen benne egy kis tengerport, legyen benne olyan városnézés az adott helyszínen a történelem, meg kicsit megismerkedjen az ember. Szeretek így megismerni ételeket, gasztronómiát, történelmet, tehát ilyen jövőismerés is legyen benne. Legyen benne passzív pihenés, jó ételek. Ha helyszínileg mondanám, hát gondolom, van pár tervem, ahova így szívesen elmennék, de nem tudom, hogy mikor fog megvalósulni. Például egy ilyen amerikai 3 hetes túrát, azt mindenképpen szeretnék egyszer majd valamikor. Szeretnék egy ilyen nagyon szép tengerpartra elmenni egy... Most nem tudok helyszínt mondani, de például egy ilyen, ami kicsit ilyen... Nem úgy nomád, hogy az utcán alszol, de úgy nomád, hogy így a természetbe vagy, és a természetbe kevesebb tehát egy szép, nem is tudom, minek mondom, egy szép hotel, vagy kettesbe esetleg, mikor nem nagy tömegbe vagy. Az is például egy ilyen dolog, meg egy másik a Ausztrália és a szörfözés, az még az egy harmadik. Ez akkor mindenképpen egy aktív dolog lenne. Akartam kérdezni ezt a road tripet, hogy tervezitek-e, de akkor igen. Tehát, igen, hogy az úgy benne van. Hát igen, az egy olyan dolog, amire hogy fel kell készülni lelkileg is,
hogy azt tud most végig csinálni. De biztos vagyok benne, hogy nekem több ismerősöm is csinált, és biztos vagyok benne, hogy az egy olyan élmény, amit mindenképpen meg kell csinálni egyszer. De ha már mondtad a történelmet, van olyan kor, ahova szívesen visszautaznál? És így megismernéd jobban? Hát, én egy-egy napokra talán a középkorba, de nem hosszú távon. És megfelelő védek, gyógyszerekkel, meg mindennel együtt. Hát igen, meg azért az nagyon más világ, de amúgy nagyon szívesen megnézném. Ilyen 1400-1500-as évek. De szerintem ezzel mindenki így van. Tanult róla az ember, és úgy szívesen megtekinteni, hogy az milyen. Igen. Viszont most itthon vagy. Az utóbbi időben volt olyan kvázi hobbi, amit így elkezdtél csinálni? Vagy olyan, amit még eddig nem próbáltál ki, és ki szeretnéd? Hát, hobbi nem hobbi. Igazából a bringázást próbáltam ki. Ezt az országúti bringázást, amit nem is feltétlen abból a célból csinálok, hogy edzés, hanem inkább kikapcsolódás, szabad levegő, kicsit vonzott is a dolog, szeretem így az aktív dolgokat, és szerettem volna megtanulni, nagyon sok ilyen versenyt néztem már a tévébe is, és olyan egyszerűnek tűnik. Aztán, mikor ráültem a bringáló első körbe, akkor nem tudtam annyira egyszerűnek, egyszer be is borultam az árokba. Elfelejtettem kioldani, kidokkolni ugye a cipőmet. És hát mit csináltam még? Igazából annyira sokat edzettem, és ugyanúgy folytatódott az életem, tehát tanultam, főztem, készültem arra, hogy a következő étkezésem milyen legyen, hogy nekem nagyjából azt mondom, hogy az új dolog, amit megismertem, és ami nagyon-nagyon tetszik, és amivel végig nem találkoztam, az a hétvégének a fogalma, ami nagyon-nagyon jó, és nagyon élvezek. De talán ezt mondanám egy új dolognak, ami így becsöppent az életembe, és eléggé furán hangzik, de nagyon élvezem, hogy van hétvégéje az embernek. Hát ezt lehet élvezni, főleg neked ugye a heti, vagy két heti versenyek mellett azért nem nagyon fér be. Amikor hazajöttem, akkor is általában az volt, hogy már készültem a következő útra, és akkor gyors mosás, meg a dolgok intézése, vagy még látogass meg ezt a családtagot, azt a családtagot. Úgyhogy az a hétvége, ez csodálatos. Hát akkor sok sikert kívánok neked a továbbiakban, és kitartást az otthonlétben, és hát jó pihenést, hogyha a hétvégék megengedik. Köszönöm szépen!